A madár fiókák több mint fele csipog és szaladni tud. Ők nem fészekből kiesett árva fiókák, bár maguktól ugráltak ki félfejlett állapotban. A hangjukkal hívják magukhoz az etetőszülőket. A rutintalan fiókáknak azzal tudunk segíteni, hogy nagyobb eséllyel éljék túl ezt az időszakot, ha kézbe fogjuk és egy közeli bokor alá visszük. A fiókák 70-90%-a mindenféleképpen el fog pusztulni. Úgy is, hogy a szülők tanítgatják, megtanítják őket a túlélés alapvető fortéjaira. Ha én hazaviszem, akkor én nem tudom megtanítani, az én esetemben a fióka túlélése nem 10-30%, hanem nulla. Tehát ez teljesen felesleges, értelmetlen, de ami a lényeg, hogy ezek nem árva fiókák. Ha mégis olyan helyzet alakul ki, leszakad, ugye mikor esnek ki a fiókák a fészekből, amikor baleset jellegű körülmény van, tehát mondjuk van egy nagyon erős szél, egy nagyon erős csapadékhatás, a szél együtt a csapadékkal, megborul a fészek, kigurulnak a fiókák, leszakad a fészek, ilyen is van, de ez nagyon ritka. Ha mégis segíteni szeretnénk az árvának tűnő fiókának, tegyük be egy klasszikus fonott kosárba, azt pedig fejmagasságba, vagy attól is feljebb helyezzük el a bokorban vagy faágon. Ha még nagyobb biztonságot szeretnénk a környező fiókáknak, azt a zöld környezet növelésével és átalakításával érhetjük el. A jelenlegi városi környezetből szinte teljesen hiányzik a bokor és gyepszint, vagyis nincs hova rejtőzni a fiókáknak a ragadozók elől. A mostaninál még több fára lenne szükség a térkő és az aszfalt helyett, illetve be kéne hozni, nem az, hogy visszahozni, mert hogy nem is nagyon volt ilyen. Tehát be kéne hozni a lakott területi zöldfelület kezelésbe a sűrű, nagyobb kiterjedésű bokrosokat, illetve nagyon fontos lenne, hogy kényszeresen ne vágják le a parkokban sem 100%-ig a gyepet. Akkor, hogyha már 3 centit magasságot eléri, akkor már menni kell nyírni. Nagyon fontos lenne, hogy ilyen néhány 10, 40-50 négyzetméteres foltokban egyre több helyen hagyjanak meg kaszálatlan foltokat, ahol a fű, illetve a fűben növekvő látszárú virágok lábszár középig, térdig meg tudnak nőni. Ezek nagyon jó beporzó legelők, mély lepke, darázslegelők, és ebbe a magas növényzetben, ahol jobb a mikroklíma, jobban tartja egyébként az aszályos időszakban a talajnedvességet is. Tehát itt jobban érzik magukat például a békák, a gyíkok, és ide el tudnak még bokrok hiányába is bújni a fiókák. Magyarország egész területe valamelyik nemzeti parkigazgatóság illetékességi területébe tartozik. Ha a talált madár mégis segítségre szorul, és mi magunk nem tudjuk a talált fiókákat eljuttatni a legközelebbi madármentő állomásra, ami vármegyénkben a Nyíregyházi Állatpark, akkor vegyük fel a kapcsolatot az illetékes nemzeti park természetvédelmi osztályával, vagy közvetlenül a tájvédelmi körzet őrével, ahol megtehetjük a bejelentést.